Az a legjobb, amikor a koncert után nem spriccelnek szét a zenészek, és itt marad mindenki beszélgetni. Megbeszéljük, hogy te is milyen jó volt, te is milyen jó volt. Tehát egész egyszerűen nincs kedve még senkinek hazamenni egy darabig. Én azt szoktam látni az arcodon, amikor ott állsz a pódiumon, vagy ott ülsz esetleg, hogy mindig mosolyogsz, hogy olyan élvezettel csinálod, amit csinálsz. Hát ez jó hallani. Persze erre az ember valamennyire törekszik is azokban a pillanatokban, amikor éppen nem kell annyira koncentrálni, de bizonyára van olyan a pillanat, amikor az embernek az arcára kiül a nagy koncentráció, és ezeket valamennyire úgy ritkítani kell, hogy a közönség számára ne legyen annyira nyilvánvaló. Miért? Hogy a közönség talán kevésbé kíváncsi az erőfeszítésre, mint arra, hogy a művész valamit könnyedén és élvezettel tud megoldani. Te mikor választottad, és miért? 12 éves koromban történt az, hogy elmentem egy koncertre, ami nem klasszikus zenei koncert volt, hanem most név nélkül egy könnyűzenei együttes játszott, de nagy bőgőt használtak benne, nem, tehát akusztikus hangszerekkel játszottak, és annyira megtetszett, hogy a nagy bőgős játszott, hogy én igazából Nekem onnantól fogva az egy vágyámom volt, hogy megtanuljak nagybőgözni. Persze nem vonóval, hanem pengetve. Úgyhogy az egy hosszú harc volt, amíg végül is a szüleim rávettek, hogy menjek el zeneiskolába, mert ugye tudtam, hogy majd vonóval kell játszani, és hát végül is nem bántam meg. És a fesztiválzenekarhoz egyszerű volt ide kerülned? A fesztiválzenekarhoz végül is kézenfekvő volt, amikor éppen a zeneművészeti főiskoláról diplomával elkerültem, akkor pont abban az évben vált állandóvá a zenekar. Én is megpróbáltam, és sikerült.